Megtelt a Babits Mihály Kulturális Központ színházterme, ugyanis Szekszárdon hosszú évek óta hagyomány, hogy októberben rendezvénnyel köszöntik a szép korúakat. Az időseknek szóló eseményen minden 65. életévét betöltött szekszárdi polgár ingyenesen vehetett részt. Mindig jövök a feleségemmel. Köszönjük. Hát ugye 77 éves vagyok, ez nekem egy boldog születésnapot, mert jövőre, illetve jövő hónapban pont 77 éves is leszek. Az eseményen Peller Anna előadó és a Medinai Tambura zenekar szórakoztatta a résztvevőket. Hát ennek örülünk végül is, mert legalább kimozdulnak, mert nagyon sok öreg mit csinál, leül. Tévét néz, így szörfözik a tévén, aztán kész. És akkor itt fáj, ott fáj, és ha legalább felöltözünk, szépen kiöltözünk. Társaságba találkozunk, osztálytársakkal, ha más nem, itten találkozunk, és nagyon jó ez a program, hogy a város ezt elindította. Nem vagyunk hajlandók lemondani arról, ami minden közösség alapja kell, hogy legyen, az idős tagjaink megbecsüléséről. Gyurkovics János alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, az a társadalom, amely a legbölcsebb korosztályok tudására épít, saját, s majd unokáinak, dédunokáinak jövőjét alapozza meg. Most hát 2022-ben ismételten megtartjuk az idősek világnapját. Az igaz, hogy dátum szerint október 1-én van, de nekünk szervezési okokból ez az október 11-e volt a legalkalmasabb és a legjobb megoldás. Örülünk annak, hogy színvonalas fellépőket tudtunk szervezni, és a másik része a dolognak, hogy a regisztrációval is meg vagyunk elégedve. Viszonylag, ahogy itt bepillantottam, a teremben már elég sokan vannak, és az az információ ma délutáni programra még többen jelentkeznek. Az alpolgármester hozzátette, hogy 2022. decemberében immáron 6. alkalommal karácsony közelettével ismételten megajándékozzák a 62 éven felüli szekszárdi polgárokat. Az igénylés a korábbi évekhez hasonlóan idén is regisztrációhoz kötött, október 14-ig várják a jelentkezőket.